A kínai intézkedések megfékezték a koronavírus járvány terjedését, mondta az Euronews-nak az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa. Stella Kyriakides szerint egyelőre nincs szükség semmilyen különleges intézkedésre Európában. Természetesen érthető a koronavírus miatti globális aggodalom. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központon keresztül figyelemmel követjük az eseményeket. Az EU tagállamaiból eddig nem jelentették a betegség megjelenését. Az Egészségügyi Világszervezet két találkozót tartott, ők is figyelnek, mi történik Kínában, és minden szükséges óvintézkedést megtesznek. Az érintett kínai városok repülőtereit lezárták. Az utolsó onnan indult járatok utasai európai érkezésükkor alapos vizsgálaton estek át. Nincsenek konkrét külön erre a helyzetre szabott intézkedések, kivéve azokat az országokat, ahonnan közvetlen repülőjáratok indulnak Kínába, mondta Kyriakides. Beszéltem a francia és olasz egészségügyminiszterekkel, ők is fontolgatják, hogy milyen intézkedéseket kellene bevezetni, de az Egészségügyi Világszervezetnek egyelőre nem kell közbelépnie. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a Kínában legalább 26 ember halálát okozó, körülbelül 1000 embert megfertőző járványnak nincsen magyar érintettje.